Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a közelmúlt adása, és ebben az adásban a Délszláv háborúval fogunk foglalkozni. Vendégem Fodor Gergő, sokan mucskó néven ismernek téged, youtuber vagy, köszönjük, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket is és akkor arra gondoltam, hogy azért egy picit helyezzük kontextusba magát a történteket, magát a délszláv háborút, és euh, talán érdemes onnan elindulni, de kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed, mert emlékszem a múltkori beszélgetésnél is itt, hogy honnan induljunk, és hol keletkeznek a konfliktusok, az, az vita képezi történészek között is egyébként. Hogyha a délszláv háborúról beszélünk, akkor sokan a második világháború lezárásának a körülményeit említik meg, hogy abban valahogy már kódolva volt az, hogy itt nem lesz sokáig béke a Balkánon. Te is így látod ezt, vagy ennél lehet, hogy még visszább kell menni? Még visszább mehetünk szinte a végtelenségig, tehát az biztos, hogy a második világháború utáni események, sőt a második világháború végi események, tehát itt kifejezetten ugye a jugoszláv partizánok által elkövetett népírtásokra kell gondolni, azok elég súlyosan érintették a, a, a népesség összetételét tekintve, és mindenféleképpen, főleg nemzetiségi szempontból, a, a, jugoszláv területeket. a okáért ugye a délvidéken a, a, németek ellen egy, egy totális, teljes népírtás zajlott le, megkezdték a magyaroknak a népírtását is, és itt hát a okáért három diplomás tanár jutott 45-be az egész délvidékre. És ezt pótolni kellett, bizony szerbekkel pótolta ezt Tito, és a szerbek jelentős része például a kokáért Koszovóból érkezett a délvidékre, ami pedig Koszovóban borította el a, a, az albánok és szerbek arányát, de nyugodtan mehetünk egyébként vissza is, mint feszültség szempontjából, mint konfliktus szempontjából, már a második világháború, tehát ami közepette zajlik, tehát ahogy, ahogy Jugoszlávia, a Jugoszláv királyság megszűnik, onnantól kezdve ugye létrejönnek azok a frakciók, amik meghatározzák a délszláv háború színezetét is. Például a hogy ugye a második világháborúban születik újjá a csetnik identitás, ez a csetnik mítosz. Ez ugye egy szerb nacionalista jobboldali identitás. Eredetileg monarchisták voltak, de aztán végül is szimplán egyszerűen a, a szerb jobboldalhoz köthetőek. Ugye ők harcoltak a partizánok ellen is eleinte a németek ellen is, majd kollaboráltak a németekkel. Tehát már csak ha a szerbeket nézzük, politikailag is igencsak megosztott volt a történet, hát nem beszélve arról, hogy horvátokról is szó van. Horvátok kaptak egy bábállamot, független horvátországnak nevezték, de hát ez egy bábállam volt, a németekkel kollaboráltak, ők is, ahogyan a csetnikek is, ahogyan a partizánok is, rengeteg kegyetlenséget követtek el civilekkel szemben és egymással szemben. Itt robbant ki a második világháborúban a jugoszláv királyság óta már meglévő feszültség, ami eleinte, tehát itt a 20 években, ahogy ugye Trianon megtörténik, ugye egy év válik, ugye először még szerb horvát szlovén királyság, majd aztán jugoszláv királyság lesz belőle, egybe akarják olvasztani, de szerb dominanciával, szerb vezetéssel ezt a megannyi szláv népet hát ez nem sikerült, már a 20-as években politikailag megkezdődik a, a történet. Sztyepa Radics, horvát képviselőt példának okáért szerbek a parlamentben lövik le. És a 30-as években megkezdődik a horvátok részéről példának okáért ugye az usztasa mozgalomnak a szervezése, ami később ugye egy, egy fasiszta mozgalommá, válik egyértelműen fasiszta mozgalommá, és ugye a, a király elleni merénylet, király meghal már ezt a usztaság szervezik, a horvát usztaság, egyébként egy macedón elkövetővel. Mert például a itt vannak ezek a kicsi macedónok is, akikről alig tudunk valamit, léteznek, de az egyik legnagyobb gózpontja volt a két világháború közötti Jugoszláviának Macedónia, konkrétan a, 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 belső macedóniai front, ez a belső macedóniai, ez volt a nem a belső macedóniai felszabadítási mozgalom front, ez konkrétan a, a, történelem egyik, egyik legjelentősebb gerilla mozgalma volt. És Macedóniában nem volt rend folyamatosan. Egyébként akkor még magukat bulgárnak bulgár volt az identitásuk, tehát nem volt ez a macedón öntudat annyira kiépült, még akkor bolgárnak vallották magukat, aztán ez inkább ugye a titókorszakban, majd főleg ugye azután jön létre ez a macedón identitás. Hát ez is egy elég érdekes külön témát megérne a macedónak identitása, nem szeretném ezzel húzni az időt, de az biztos, hogy már a két világháború között ott vannak azok a sebek, amik aztán a második világháborúba véresen előtörnek. És igen, hiába csitított a titó ezt a történetet évtizedekig, 91-re egyértelművé vált, sőt, már azt megelőző években, hogy, hogy nem lehet egyben tartani Jugoszláviát. De akkor, ha jól értem, itt főleg etnikai feszültségek vannak. Viszont ugye a Balkán az, ahol van egy olyan választóvonal is, ami inkább vallási, nem? Ez mennyire játszott szerepet? Hozzájátszott a, a nemzeti identitásukhoz természetesen, a délszláv háborúban is nagyon jelentős volt, főleg, hogyha ugye a bosnyákok muzulmánok. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy valójában a bosnyákok kik és mik. Horváth uh, horvát szélső jobboldaliak azt vallják, hogy ők egyébként elmuzulmánosodott horvátok, a szerb szélső jobboldaliak meg annyian azt gondolják, hogy ők egyébként elmuzulmánosodott szerbek. Tehát szegény bosnyákok ők úgy vannak, hogy persze uh, van most már eredett történet, nagyon messziről érkezett francia eretnekek leszármazottai, tehát vannak ilyen históriák, de hát a lényeg az, hogy délszláv nép, viszont uh, bosnyáv, tehát muzulmán vallásúak, és uh, a délszláv háborúban rengeteg uh, muzulmán önkéntes érkezett hozzájuk. És ezek bizony alkaida kapcsolatokkal is rendelkeztek. Osama a Laden volt például a kokáért a délszláv háborúban. A, az El Mujahed hívták ezt a zászlóajat. Ő felelt értük, Szaudarábiából, de, de Iránból, Afganisztánból, Pakisztánból, Törökországból is érkeztek. Ugye kifejezetten egy dzsihadista, tehát a muzulmán vallás miatt a bosnyákokhoz ragaszkodó népek, és ők voltak a bosnyák fél, tehát a bosnyák háborús bűröket tekintve a legkegyetlenebbek a háború alatt. Tehát igen, ez egy nagyon fontos dolog volt, persze a vallás. Ugye egymás vallási jelképeit, illetve tehát a templomokat, mecseteket folyamatosan romboltak. Tehát ez a boszniai háborúnak, de aztán a koszovói háborúnak is később ez egy, ez egy állandó dolga volt. Tehát ez, ez nem volt ott meglepő. Alapvetőleg én azért azt gondolom, hogy nem kell viszont a vallási feszültséget, tehát nem kifejezetten vallási feszültség miatt volt természetesen a délszláv háború, ez már csak hozzájárult a nemzeti identitásukhoz. Hát például a kokáért maga a bosnyák népnek a nemzeti identitása, a vallása. Tehát ha nem lenne muzulmán, akkor egy hatalmas kérdőjel lenne, hogy ő egyébként ki, és ez például a kokáért, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy még a délszláv háború évi, tehát 92-ben is ott voltunk, hogy egy óriási tüntetés zajlik a békéért Szarajevóban. Ebbe belelőnek a szerbek, és onnantól kezdve a békének bármi nemű vágya is messze elszáll. E szerbor lövészek lőnek bele ebbe a tömegbe. De, de, volt egy olyan színezete, hogy ezek a bosnyákok, de szerbek is, tehát kifejezetten szarajevói, a korvátok is voltak közöttük, nem azonosították magukat egyik nemzetiséghez. sem. ők jugoszlávok, a legtöbbi egyébként még a, a jugoszláv vörös csillagos lobogót lengette, vagy a, a, bosnyák tagköztársaság lobogóját. Ez egy érdekes történet, hogy egy, egy vallását nem gyakorló bosnyák az valójában lehet, hogy annyira nem is ragaszkodik a bosnyák tudatához. Ez is benne van, onnantól kezdve persze, hogy a szerbek belelőttek a fegyvertelen civilekbe, ez, tehát itt már nem, nem volt frakció nélküli bosnyák. Említettél több ugye közel országot, akkor a bosnyákok síták vagy szuniták? Iránt is említetted, és Szaudarábiát is. A bosnyákok többnyire szuniták tehát szólni Ha most egy picit ugrunk, mert hogy muszáj ugranunk, hiszen az időnkben akkor nem fog beleférni a téma kifejtése. A második világháborút lehetett volna úgy lezárni, hogy, hogy ne alakuljon ki? Vagy hogy tompítsák ezt a feszültséget? Mennyire volt benne a lezárásban az, hogy ebből baj lesz? Mennyire tudhatták ezt, akik ugye döntöttek arról, hogy hogyan, milyen határokkal, milyen állam alakulatok formálódnak itt ki? És te hogyan látod, hogy lehetett volna ezt másképp csinálni? Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát itt Titó partizányai győztesen kerültek ki a területen. Tehát a Titói partizánok már 43-ra már 43-ra egyébként, ugye még sokáig, tehát még 42-ben is még versengenek egymással a, a, az alapvetőleg angol szövetséget kereső szerbcsetnikek, és az alapvetően szovjet támogatást élvező partizánok azon, hogy, hogy ki legyen itt a dominás. Hogyha egyszer vége lesz a háborúnak, akkor még nem tudhatták, hogy mikor, hogyan fog ö, alakulni, de akkor ki lesz az, aki majd megnyeri, és melyik volt, tehát melyik a keleti vagy a nyugati tömnek a támogatását, de onnantól kezdve, hogy a csetnikek is most és 43-ra, 44-re már egyértelműen minden csetnik kollaborált a németekkel. Tehát a csetnikek, a szerb nacionalisták kollektíven vesztesen kerültek ki a háborúból. A horvátok vesztesen kerültek ki a háborúból. Itt, itt Kizárólag egy győztes volt az, aki partizán volt. Nem csak szerb. Tehát nem csak a jugoszláv partizánok, ez egy nagyon nagy tévedés, hogy csak szerbek lettek volna. Zömében szerbek voltak, mert szerb területekről kerültek ki. De ha már előbb említettem az úgynevezett identitás nélküli bosnyákokat. Boszniában például rengeteg olyan, még, még a szülei által muzulmán vallás gyakorolt személy, de ő általában már nem gyakorolt, volt, akik partizánok lettek. És ők például a kokáért nagy valószínűséggel azok közé tartoztak, akik későbbiekben is magukat nem bosnyákként, vagy mondjuk szerbként, hanem jugoszlávként azonosították. 1991-re, pont a délszláv háború kitörésének évére, nagyjából a Jugoszlávia 13 a 12-13 a magát jugoszlávnak vallotta. De kérdésedre válaszolva, röviden, én úgy gondolom, hogy itt a nagyhatalmaknak már beleszólás joga abba nem volt, amit Tito eldöntött. Tehát igazából ezt a területet, már mint mondjuk így most, hogy a Balkánt, ha. mivel ő, ő, jött ki győztesen, ezért ő alakította, ő formálta? E, Mármint a, tehát ami, ami Jugoszlávia lett. Tehát igen. Nyilvánvalóan Bulgária, Nyilván van a Bulgária-Románia kérdésében, ugye ez már más, Albánia kérdésében más, de így van. Tehát a, 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 az, ami később Jugoszlávia lett, ott teljesen, teljesen ő, az ő keze került rá. Hát egészen Ausztriáig szinte elért a keze. Tehát ott volt egy esemény, a Bleiburgi vérengzés. Ez arról szólt, hogy egy óriási több százezres tömeget hajtottak maguk előtt a, a partizánok. Alapvetően ugye a szerbeknek, az az állásban, hogy ezek kizárólag uh, horvát katonák és usztasák voltak. A valóság az, hogy nem, rengeteg civil volt közöttük, és szerbek is menekültek. Szerbek is menekültek ebbe a tömegbe, de az öme persze horvát volt, a katona viseltek, legtöbbi egyébként nem usztasa volt, az usztasák azok, azok ekkoriban már vagy elbújtak az erdőbe, vagy Argentínába mentek, vagy pedig már nem éltek, mert kivégezték őket. A legtöbbje ezeknek olyan horvát volt, akiket vagy erőszakkal, vagy esetleg önként, de besoroztak a függetlennek nevezett Horvátország haderejébe. Viszont Bleiburg térségébe átterelték őket, a át akarták terelni a partizánok azért, hogy a dél-ausztriai etnikai térképet, ugye ezzel, hogy oda rengeteg délszláv nép kerül, majd a béketárgyalásokra úgy húzzák meg, hogy az Jugoszláviának kedvezzen. Tehát Tito le akar egy darabot Ausztriából, csak az volt a helyzet, hogy ekkor már ott voltak a britek, a brit katonák dél Ausztriába, és sejtették, hogy Titónak mi lehet a terve, vagy mi lehet a gondolata, és sajnos ugye logikus lépést hoztak a britek, ha nagy politikát nézzük, de egy kegyetlen döntés, mert noha, tehát ők nem engedték be ezt a menekült sereget, és ezt a óriás, tehát tényleg egy százezres tömegről biztosan beszélünk, a nagy részét a jugoszláv partizánok ott, Bleibur térségével lemészárolják. Létrejön Jugoszlávia, utána ugye a délszláv háború 90-es évekre datálható. Mi történik a két dátum között, a két időszak között, csak nagyon nagy vonalakban? Tehát mennyire van itt béke, mennyire lehet azt mondani, hogy van egy akár etnikai megbékülés is. Ahogy most itt néztem, ugye 91-re emlékszem, ez egy 91-es etnikai térkép, de a, lak a Jugoszlávia lakosságának a nagyobb részét a szerbek adják. Ez így van. Röviden évtizedekre, akkor nagyjából bontsuk le. Az 50-es évek. Tehát ez még itt a 40-es évek vége, 50-es évek, ez még egy kemény diktatúrája Titónak. De nem csak nemzetiségi alapon gyilkoltak a partizánok embereket, vagy utána aztán már ugye a jugoszláv rendszer, de hát az értelmiségieket kuláktalanítás ugyanúgy volt. Tehát a, a, a keményvonalas kommunista módszer alapján válogatott, tehát rengeteg tábor is volt egyébként létrehozva, nevezhetjük koncentrációs táboroknak őket, gulágoknak őket. Tehát ez, ez azért ott volt az 50-es években még bőven a titói rendszerbe, plusz egyébként az 50-es években még harcolnak a, a horvát erdőkbe az usztaságnak a, a a, maradéka. Tehát itt még van egy, van egy partizán jellegű mozom, kereszteseknek nevezték magukat, tehát feszültség az még van, ugye megtörténik a titó szakítás. Tehát onnantól kezdve ez egy nagyon fontos dolog, mert azzal, hogy Tito szakít Stálinnal, és nem is lesz részese ugye, ugye a, a, a varsói szerződésnek, tehát nem is lesz részese ennek a keleti paktumnak, egy ilyen két kulacsos politikát játszik Tito. Nyugatra is, mosolyog keletre is. Tehát ő ebből egyébként gazdaságilag nagyon jól jött ki, mert hát például csak egy mellékes dolog a filmipar. Tehát a Kelly hőseit például a kokáért, azt részben Jugoszláviában forgatták 70-es években, ami egy kommunista állam volt. Tehát ez csak egy mellékes történet, de, de elég az autógyártást bármit nézni. A 60-as évek és a 70-es évek volt az az időszak, de főleg a 70-es évek, amikor a puhul ez a diktatúra, Tito öregszik, ugye 1980-ban hal meg, és a 74-es alkotmány az egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy a Délszláv háborút eleve megértsük. Mert a 74-es alkotmányban Tito egy olyan döntést hozott meg, hogy a halála után, tehát mármint hogyha Tito meghal, ő ezt az életében még nem vezette be teljesen, de ha ő meghal, akkor 80-tól kezdődően nincs vezetője Jugoszláviának. Tehát nincs centralizált hatalom, hanem lényegében elnökségi elnökök választják egymást, különböző minden egyes évben váltják egymást más és más tagköztársaságból. Ez egy bürokratikus rendszert teremtett, tehát itt az volt Titónak persze a célja, ez egy utopisztikus gondolat volt, két részből is, etnikai nemzetiségi alapon is, és szocialista alapon is. Szocialista alapon az önkormányzati társadalmat akarta megteremteni, ez volt a szocialista utópia. Ez működhetett volna, hogyha ezek a kis önkormányzatok, vagy ezek a tagköztársaságok nem egy állami sémát vesznek át. Ez működésképtelen volt. Ez, ez bürokratikussá tette Jugoszláviát. Nemzetiségi alapon pedig az volt itt a, a nagy utópia, hogy létrejön a jugoszláv nemzet. Hogy ezzel kikerül a, a szerbek kezéből, vagy egy, a szerb dominancia Jugoszláviában megszűnik, mindenki egyenlő, egyenlően indul, és ezt teremti majd meg azt a békét, amit egyébként ezek szerint 74-ben még pontosan tudott Tito, hogy hát itt Jugoszláviában hiába szólt arról a propaganda természetesen, hogy a jugoszláv nép egy és oszthatatlan egységes, nem így volt. És ezt érezte ő is, ezt így gondolta ő is, és ez volt az egyik, egyik oka ennek, ennek az alkotmánynak, ami aztán a szerbekbe óriási sérelmet kelt, és ebből nő ki a szerb nacionalizmus, egy új szerb nacionalizmus, és ennek az élére áll. Az egyébként kommunistaként indult, majd hát a szélső baloldali, szélső jobboldali elemekkel is uh, tarkított Milosevic. Tehát akkor ezt így le is zárhatjuk itt a két időszak közötti évtizedeket, hogy ezek voltak a főpontok. Tehát az alkotmány titó halála, és utána Milosevicnek a felemelkedése. És ahogy említetted is, ugye egy nagyon hír, hír, mondhatjuk azt, hogy hirtelen megerősödő a finalizmus, utatta fel a fejét az egyik így így évről a másikra. Történt ez? Hmm, évek alatt, ide rövid, de pár év alatt. Így van, így van, pár év alatt. A horvátok esetében példának okáért szinte, hogy egy év alatt. 1900, ők egyébként nem jöttek ki rosszul ebből a, ebből a új, új alkotmányféle Jugoszláviából, megerősödött a gazdaság. Tehát egyébként saját bankja lehetett az adott tagköztársaságoknak, példának okáért, megerősödhetett a gazdaság. A szlovének a legnagyobb nyertesei voltak. Egyébként a szlovének kezdik el a függetlenségi gondolatokat. Nem a horvátok, nem a bosnyákok, akik később a főszereplői lesznek a, a délszláv háborúnak, hanem a szlovének. Miért? Mert a gazdaság, tehát Szlovénia a, a, a leginkább, legerősebb gazdasággal rendelkező térsége. A mai napig egyébként ennek a, ennek a régiónak, de a Jugoszlávián belül is az volt. És hát ez persze, tehát az erős gazdaság, ennek a felismerése, ez, ez ad egy óriási önbizalmat, meg hát innentől, tehát ők, rájöttek arra, hogy minek legyenek húzóerő. Tehát ők tulajdonképpen az ő gazdaságuk, ameddig központosított hatalom volt, addig az olyan térségeket, mint Koszovó, Macedónia, Dél-Szerbia, Bosznia egyes részei, amik igencsak elmaradottak voltak, húzták, de, de, feltevődött a kérdés, hogy de miért? Hisz, hát ők szlovének, ők pedig nem. És a szlovének, azok, azok ők, kezdik el politikailag, mindenféleképpen politikailag a függetlenséget ők kezdik el, nem pedig a horvátok és a bosnyák, ők csak utána jönnek. A horvátok 90-ben, még, még amikor hazatér, a, azt hiszem, hogy a horvát vízilabda válogatott, még nem, ne már, már megtörténnek egyébként a választások. Már ott vagyunk, hogy Horvátországban választások vannak, Persze Tujman pártja az élen áll, és, és ugye ez egy, egy függetlenség párti, nagy horvát jobboldali konzervatív párt volt, de ettől függetlenül a horvát nép nem azt kiabálja ezeknek a, a, a sportolóknak, hogy éjjel Horvátország, hanem még az, hogy éjjel Jugoszlávia. És ez, ez egy év alatt, ahogy a szerbek, a szerb nacionalizmus lényegében megtámadja a horvát identitást, onnantól kezdve akkor születik meg igazándiból a támadás hatására, 91-ben a horvát nemzet nemzettudat. A szerb az ugye egy kicsit korábban kezdődik, de ahogy mondtad, szinte pár év leforgása alatt változik a szerb nép is, és keményen jobboldalivá. Tehát konkrétan még a Milosevic alternatívái is, ugye a egy, egy barról jobbra tolódott személy, de még a Milosevicsi alternatívák, mint Vukdaskovics vagy, vagy aztán Sesej, ő, ők mind jobboldaliak is, vagy mondhatjuk azt Sesej esetében, hogy bőven szélső jobboldali. Ugye beszéltünk a vallásról, meg az etnikai részről, és amit talán kihagytam, úgyhogy most visszatérek rá egy pár percre, igaz a nyelv kérdése. Jugoszláviában mennyire volt célként kitűzve az, hogy egységesítsék a nyelvet, és akkor itt a szerb dominancia miatt ez is a szerb lett volna? Ugye a... ez szokott feszültséget kelteni? Így van, ugye a szerb és a horvát, itt, itt azért azt hozzá kell tenni, hogy igen, maga a szerb nyelv, mint olyan, az volt inkább erősítve. Ugye a horvátok esetében nem nagyon kellett, horvát sok tekintetben, rengeteg tekintetben hasonlít a, a szerbe, a bosnyák még inkább. Uh, itt ugye nyilvánvalóan a cirill írás, mint olyan, az egy kulcs, fontosságú kérdés volt, de Tito nem erőltette ezt rá. Ez a 80-as években sem lett ráerőltetve. Egyedül a macedónokra, csak a macedónokra, ők ugye eleve cirillül írtak, de ők a bolgár fajta Cyrilt, és kizárólag a macedónokra volt kőkeményen ráerőltetve az, hogy na, innentől kezdve nem a bolgár féle cirilt, hanem a szerb cirilt használjátok. A macedón az ezért egy nagyon furcsa történet, mert egy, egy bolgárul beszélő, de rengeteg török és görög jövevény szóval ellátott, alapvetőleg a szerb ABC-t használó nemzet mind a mai napig, tehát ez egy bonyolult kérdés, de alapvetőleg a nyelv terén Hát az albánok esetében igen, mondjuk például, ha az albánokra gondolunk, koszovói albánokra, ott azért Milosevic ideje alatt, főleg a 90-es években, még ott nincs a koszovói válság, az 98-ban robban ki a koszovói háború, de nagyjából úgy a, a 90-es évek egészen 98-ig az abból állt Koszovóba, hogy igen, például a kokáért nyelvhasználat terén is a szerbek erőltették rá az albánokra, az albánok pedig nem, nem tudtak szerbül. Tehát tulajdonképpen a, a legkevésbé iskolázottabb régiója a Jugoszláviának az Koszovó volt. Ez egy, ez egy lehetetlen elképzelés volt Milosevic-től, ez, ez kizárólag egy-egy-egy hát, gyűlöletkeltés célját szolgálta nagyjából ott a, a szerb nyelvvel Na akkor forduljunk is rá az eseményekre, még talán annyit előtte azért megkérdeznék, hogy ugye titol alatt egy erős központosítás zajlott akkor Jugoszlávia határain belül, és amikor jönnek ezek a függetlenedési szándékok, akkor hogy működik ez? Hát volt gondolom egy központi hadsereg, aminek megvoltak a saját eszközei, infrastruktúrája, stb. Hogy gondolta akár Szlovénia, akár Horvátország, hogy ők ezt így külön megoldják? Tehát, hogy ezt hogyan képzeljük el? Hát itt ugye az az érdekes, ugye a 74-es alkotmány az ugye 80 tól érvénybe lép. Tehát különösebben a 80-as évek már nem a centralizációról szólik, hanem pontosan a decentralizációról. Tehát ez az egyik oka, hogy politikailag közigazgatás terén meg annyi téren a függetlenedni vágyó országok, akár Szlovénia, akár Horvátország, az, az jobb helyzetben van. Tehát ebben problémájuk nekik nem volt. A hadsereg az egy valóban nagyon jó kérdés, igen. Ez úgy nézett ki, hogy hivatalosan minden egyes tagköztársaságnak bele kellett volna egyezni abba, hogy egy adott térségbe beavatkozzon a jugoszláv néphadsereg. Ez még 91-ben, amikor ugye Szlovéniával kezdődik a háború, ott 10 nap alatt végbe megy. Az a 10 napos háború volt, utána fordul át ugye Horvátország felé, hogy a 10 napos háború véget ér a, a, a jugoszláv néphadseregnek a figyelme, és akkor tehát olyan nagyjából július, de inkább, tehát nyíltan, teljesen, teljes erővel már augusztus az, amikor támadnak a, támad a jugoszláv néphadsereg Horvátországra. Hát igen, ez egy érdekes történet, persze, mert uh, itt Szlovéniának lényegében bele kellett volna 91-be ahhoz egyezni, hogy őt megszállja a jugoszláv néphadsereg, hogy megszállhassa őt a jugoszláv néphadsereg. És hát a ugye... jugoszláv néphadseregben voltak szlovénok is? Eddigre leszereltek. Tehát ez a 90-es években, uh, vagy kilen, bocsánat, a 90-ben a horvátok és szlovének leszerelése, az megtörténik a néphadseregből. 91 folyamán a legtöbb bosnyák is leszerelt. Ez egyébként feltétele is volt. Tehát ez egy uh, olyan történet volt, hogy le is akartak szerelni azért itt rengetegem horvátok, szlovének közül, de abban a pillanatban, hogy megkezdődik ugye a függetlenségi referendumnak egyáltalán az ötlete, egyáltalán a népszavazás, az ugye már 91, akkor már azért tehát megszüntetik a TO-kat. Itt nem is a jugoszláv néphadsereg az egyik legfontosabb, hanem a jugoszláv néphadsereg az a tartozó teritornia od, odbrana. Ezek a területvédelmi egységek voltak. Ez egy, ezt úgy képzeljük el, mint ma mondjuk a Magyar Honvédséghez tartozó önkéntes, önkéntes, területvédelmi egységeket. Onnan kötelező volt. Tehát onnantól kezdve azt Horvátországban és Szlovéniában megszüntették, hogy függetlenségi törekvések kezdődtek. Bosznia az érdekes, mert Boszniában nem, ugye Izetbegovics még 91 végén, ugye 92-ben robban ki a háború, 92 tavaszán, Boszniában, és 91 végén még Alia Izetbegovics, a bosnyák elnök úgy nyilatkozik, mert ekkor volt egy esemény, bosnyákok, szimpati, horvátokkal szimpatizáló bosnyákok barikádokat állítanak a jugoszláv néphadseregnek, összecsapás is történik bosnyákok és jugoszláv néphadsereg között, de a televízióban Izetbegovics úgy nyilatkozik, hogy ebből mi kimaradunk, függetlenek vagyunk, nem a mi háborúk csak közben zajlik egy olyan történet, tehát pontosan emiatt, meg amiatt, hogy, hogy talán Milosevic nem számított arra, hogy, hogy majd tényleg ilyen erővel függetlenni, függetlenedni fognak a bosnyákok, és lesz egyáltalán haderejük, megmaradnak ezek a területvédelmi egységek. Nevezzük most területvédelmi egységeknek egyszerűbb. És ezt szervezik át. Ezt nagyon ügyesen egy belső munka által a területvédelmi egységek főparancsnokait, tisztjeit meggyőzi Izetbegovics és a bosnyák függetlenedni kívánó tömb, akik ugye egy. Tehát még a médiában, még a televízióban még azt nyilatkozzák, hogy hát ők beavatkozni nem akarnak, ők katonaságot nem is annyira akarnak. Valójában egyébként már 91-ben megkezdődik a patrióta Ligának. Ez is az egyik első bosnyák milícia volt annak a szervezése. Tehát uh, itt Izetbegovics uh, óvatosan, óvatosan politizált, hogy nehogy az legyen, hogy Milosevic uh, még mielőtt, még idő előtt rárontana Boszniára, de az a lényeg, hogy ezeket a területvédelmi egységeket teljesen átszervezik a bosnyákok a saját haderejüké. A jugoszláv néphadsereg területvédelmi egységeit a bosnyákok ö, saját magukévá teszik lényegében. Tehát és ebből lesz, jön létre, utána az Arbih, ugye a boszniai haderő részben akkor azt kérném, hogy ha lehet, hogy a 90-es éveknek ezeket a háborús eseményeit, csak a főbb nagypontokat, amit te fontosnak tartasz, azokat említsük meg, és jussunk majd el a NATO offenzívájáig, és akkor majd onnan folytatjuk. Jó. Ugye 91, ö, említettem, hogy 91. július-augusztusában már egyértelműen beavatkozik a jugoszláv néphadsereg. Itt fontos azt megjegyezni, hogy de mi beavatkozik bele a jugoszláv néphadsereg? Nos, azzal együtt, hogy Horvátország kikiáltotta a függetlenségét, és egyáltalán már a függetlenségi szándékát a Horvátországban élő szerbek, őket krajinei szerbeknek, határvidéki szerbeknek nevezik, ők is megtették ugyanezt. A 1990-től kezdve zajlik az úgynevezett rönkforradalom, ennek még különösebben halálos áldozata nincs, de ez a... Ez a ez horvát rendőrök, tehát rendőri egységek jöttek létre, még a Jugoszlávián belül, de már horvát színekben, és ezek a szakadár szerbek között zajlottak. És itt 91 tavaszán történnek meg az első események, első összecsapások a két fél között, tehát a szerb szakadárok és a horvátok között, elsősorban a horvát rendőrök között, mert ekkor még csak rendőri egységeik voltak, amiknek már halálos áldozatuk is van. És ez, ez ugye fokozatosan egyre feszültebbé vált. Ugye hát megjelennek a szerbek, a, a krajnai szerbek mellett, megjelennek az anyaországból érkező szerb önkéntesek, Zsejkor Arkan, a Tigrisekkel, vagy éppen Sesej, a Csetnikekkel. Uh, és, és utána juttunk el 91 nyarára, hogy beavatkozik ebbe a konfliktusba a jugoszláv néphadsereg. Innentől kezdve egyértelmű volt, az ill, élt az az illúzió rengeteg Horvátban, hogy a jugoszláv néphadsereg egyfajta békefenntartó szerepet fog játszani majd a két fél között. Nem. Tehát ez, 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 91. júniusára már egyértelmű volt, hogy a jugoszláv néphadsereg a szerbeket fegyverzi. Hát július-augusztusra pedig, amikor már beavatkoznak, nyilvánvalóan nem volt kérdés. Ugye a 91-ben, ami még fő pont, az a Vukovári csata, tehát ez fogta le a legtöbb figyelmet Horvátországon belül. Ez szinte, hogy egy értelmetlen öldöklés volt, az, főleg a szerbek részéről, mert egy, nem, nem, jelent, nem volt jelentősége Vukovárnak. Uh, ettől függetlenül ugye novemberig zajlik a, a csata, óriási kitartásról és hatalmas bátorságról tesznek tanú bizonyságot itt a horvátok bocsánat, egyetlen egy kis uh, csillaggal itt megjelöljük hogy, hogy még ezt megelőzően tehát szeptember-augusztus vége környékén lezajlik, ez egy nagyon fontos mozzanat, mert innen lesz a horvátoknak fegyvere a laktanyák csatája ugyanis egy, egy eszméletlenül rosszul kitalált dolog volt ez a jugoszláv néphadsereg részéről, hogy az egyébként még Horvátország területén szerte működő jugoszláv laktanyákat nem ürítették ki, és nem vonták Szerbia területére. Ott hagyták Horvátországon belül a már függetlenedő Horvátországon belül lényegében elszigetelve egymástól. Hát az volt a nagy terv, meg az volt a nagy gondolat, hogy a horvátok úgyse lesznek jelentőségteljesek, úgyse lesz elég fegyveresük. Ezek a laktanyágból ezek a, ezek a jugoszláv katonák, akkor már nyugodtan mondhatjuk, hogy szerbek, ezek majd ki fognak törni, és akkor tulajdonképpen mindenhol felszámolják a születendő Horvátországot. Fordítva történt a dolog. Elszigetelték őket a horvát fegyveresek, ezeket a laktanyákat teljesen elszigetelik, és szinte az összes laktanyát, a Vukovári laktanyán és a Knini laktanyán kívül az összes horvátországi jugoszláv laktanyában megadásra kényszerítik a jugoszláv néphadsereg katonáit. Hihetetlen szám, tehát orbitális hatalmas számú fegyver kerül a horvátok kezére. A jugoszláv néphadsereg pedig rengeteget veszít. Egy teljesen abszurd gondolat miatt. Ez egy nagyon rosszul kitalált uh, hadi cselekmény volt meg, meg a, a jugoszlávok részéről, a szerbek pedig, a horvátok pedig ezt ügyesen végrehajtották. Térjünk át 92-re, akkor tör ki a boszniai konfliktus, ugye a bosnyákok és a szerbek között, valamint ugye a horvátok, mert ugye Boszniában, hogy még inkább bonyolult legyen a kérdés, élnek horvátok is. És ők is létrehozzák a saját fegyveres milíciájukat. 92 végére a helyzet úgy állt, hogy három oldalú háborúvá válik a boszniai háború, ugyanis a horvátok és a bosniákok egymásnak esnek. Az itteni eh, horvát milícia, a HVU, az, az lényegében hadat üzem Boszniának. Tehát egy három oldalú háború zajlik Boszniában, az egész 93-as éve erről szól. Ez volt talán etnikai tisztogatások terén az egyik, az egyik legvérmesebb. Tehát itt egy nagyon-nagyon... Hát nyilvánvalóan három oldalon zajlik a háború, hát mindenki harcol mind a két fél ellen, ez, ez elég... De itt lehet tudni, hogy a Bosznia és a horvátok között mi volt a konfliktus. Tehát, hogy ha most a logikusan végig gondoljuk, mind a ketten függetlenedni akartak, akár támogathatták is volna egymást, úgymond a szerbekkel szemben. Bosniából ki akartak szakadni, tehát a születendő Bosnia-Hercegovinából, aminek a teljes egészét egyébként Izetbegovics magának akarta szerbekkel és horvátokkal együtt, abból, tehát nyilvánvalóan itt is egyébként, bocsánat, fontos dolgot megint csak kinyitottam, 92 elején nyugati nyomásra ki kell lépni a jugoszláv néphadseregnek a háborúból, tehát Horvátországban 92 elején befejeződik a háború, és és ugye vissza is vonulnak, majd aztán Boszniából is. Boszniában már nem a jugoszláv néphadsereg harcol, hanem a jugoszláv néphadsereg a fegyver arzenájának egy jelentős részét átadja a boszniai szerb haderőnek. Katonákkal együtt egy rengeteg katona szerel át a, a boszniai szerbek haderejébe. Tehát itt már nem beszélünk jugoszláv hadseregről, itt a VRS-ről beszélünk, ez volt a boszniai szerbeknek a hadereje. Kérdésedre válaszolva, itt az volt a lényeg, hogy ahogy a boszniai horvátok szerettek volna Horvátországhoz csatlakozni, ugyanúgy, ahogy nyilvánvalóan a boszniai szerbek Szerbiához csatlakozni, miközben Izet Begovics pedig egy egy és oszthatatlan teljes Boszniáról álmodott, ami, ami azért volt abszurd, mert ugye végül is ő nemzetiségi alapon, nemzetiségi plusz vallási alapon kíván függetlenedni. De mégis ezt a klasszikus titó által meghúzott, illetve a titói rendszerben um, létrejött, illetve nem csak akkor jött létre, de mondjuk azt, hogy akkor ott meg, határforma alapján akarta. Tehát az akkori, az ottani boszniai, hercegovinai, uh, jugoszláv tagköztársaság térképét akarta lényegében az új Boszniává alakítani, de hát ez abszurd volt, mert ott éltek szerbek, 30 a egyébként Bosnia-Hercegovinának talán több is, 35 a szerb volt, nagyjából olyan 15 horvát, és a maradék volt mindösszesen bosnyák. Ez egy paradoxon volt a részéről, hogy nemzetiségi alapon akar függetlenedni, de mégis egy, egy mondhatjuk azt, hogy multikulturális országot akar, akar, akar továbbvinni, hát nyilvánvalóan ugye a terület, terület az ugye az infrastruktúra, az ipar, azt akarta magáénak. Igen, 92 körül tartottunk, ugye azt mondtad, 90. hogy jutunk el itt a NATO bombázásig. Alapvetőleg a nyugati országok egyébként abszolút nem álltak egyik oldalra sem. 91-ben például, amikor kirobban a háború. Sőt, egy a teljes Jugoszláviát érintő fegyverembargót hirtetnek be. Ez ez megint csak egy abszurd lépés volt, mert hát a jugoszláv néphadseregnek volt fegyvere, nekik nem volt szükségük sehonnan azt importálni, az egyik legerősebb haderő volt egyébként Kelet-Európában, hanem a legerősebb a jugoszláv néphadsereg. Ellenben ott voltak a horvátok, akiknek akkor még 91 nyarán milíciáik, rendőri egységeik voltak. Tehát Pont, hogy a, a szerbeket szerették volna ezzel, persze, tehát milosevicet szerették volna ezzel féken tartani, kordába tartani, de pont fordítva sült el a dolog, és a, és a horvátok, a, a, hát a horvátokat horvátokkal toltak ki ezzel az egésszel. De az a lényeg, hogy a, a nyugati világ olyan furcsán állt ez a délszláv háborúhoz, tehát itt 91-95 között, úgy eleve, egyébként is 94 végén vannak már meg az első fenyegetések milosevic szemben, hogyha a, tehát hogyha a háború tovább zajlik, akkor bombázás fog történni, hogyha a civileket tovább bombázák. Ugye itt azért fontos tudni az, hogy Szarajevó városa, Bosznián belül, az, egy, az, az, az a háború eleje óta blokkált, tehát el volt zárva a külvilágtól. És a szerbek folyamatosan bombázzák, civileket bombáznak főleg. És 95 évének elején, tehát ezek a fenyegetések fenyegetések maradnak. Itt nem történik semmi. Esetleg még még 95 év első felében, első négy hónapjában is például a okáért a, a boszniai egyik ismert piacot a szarévo, egyik, híres piacot bombázzák a szerbek, több mint száz civil halott, civil bosnyák halott a dolognak. Ennek apropóján bombáznak tankokat, egy, egy páncélost lebombáznak a NATO gépek, megtámadnak egy jelentéktelen fegyverraktárat, de aztán ezek a repülőgépek visszamennek. Tehát itt még korán sincs arról szó, hogy olyan hatalmas nagy NATO csapásokat szenvedne el Szerbia. Ez akkor fordul meg 95 nyarán, amikor már Unprofor katonákat, tehát ENSZ békefenntartókat ejtenek túlszul a szerbek. És nem keveset, és élő pajzsnak használják őket. Ez volt az egyik legmeggondolatlanabb cselekedet, amit a szerbek csináltak, mert ezután viszont már egy, egy több nemzetből álló, ténylegesen uh, meg jól megszervezett uh, NATO bombázás kezdődik meg Szerbia ellen. Sokan azt szokták mondani, nagyon tévesen, hogy ez döntötte el a délszláv háborút, és azt, hogy Horvátország és Bosnia nyertesen került ki, nem. Tehát ez már a viharhadművelet után volt. A viharhadművelet 95-ben az egyik legfontosabb. Három nap alatt az újjászervezett az újjá horvát hadsereg három nap alatt foglalja el a, a, bosz, a horvátországi szakadárszerbeknek ezt a krajinei területét, plusz elkezd bemasírozni a horvát hadsereg Boszniába. Ekkor már egyébként békét köt egymással, ekkor már megtörtént, 94-ben már megtörténik a horvát és bosnyák béke. Tehát ők onnantól kezdve nem ellenséges országok. De mire eljutunk oda, hogy a NATO gépek 95-ben ténylegesen súlyos csapást mérnek a szerbekre, addigra már Bánya Luka, a, a, boszniai szerb köztársaság fővárosa van veszélyben a horvát és bosnyák haderőtől. Tehát, és egyébként nem mellesleg ezt a haderőt, ezt a Gotovina tábornok, horvát tábornok vezette, ezt egyébként nyugati nyomásra ö, állítják le. Tehát Bánya Lukát el tudta volna akkor foglalni a horvát és bosnyák haderő, de a nyugati nyomásra a hadseregnek meg kellett állnia, és a, a boszniai szerbek fővárosát nem lehetett veszélyeztetni. A Szebrenicei mészárlásnak a nyilvánosságra kerülése mennyiben ö, adott egy löketet úgymond a NATO offenzívának? Ez is, de e, nyilvánvalóan ez is. Tehát természetesen ezek már akkor mind-mind szerepet játszottak ebben, Hát ott azért elég érdekes ugye a történet Srebrenica-val kapcsolatban, mert uh, hát ott volt for akiknek be kellett volna avatkozni, és akiknek meg kellett volna védeni ezeket a bosnyák civileket. Tehát, hogy, hogy szinte közvetlenül mellettük mészárolták re a szerbek ezeket a bosnyákokat. Hát elég ö, csúnya információk vannak ugye ezzel kapcsolatban, például a az az előtti este a holland békefenntartók, azok együtt részegettek le a szerbekkel. Tehát, hogy ilyen dolgok történnek nagyjából, igen, itt nagyon sok kritika érte később is a békefenntartókat. A, a dél háborúval kapcsolatban én azért azt mondanám, hogy alapvetőleg ezek a katonák megtették azt, tehát a békefenntartók, az umproforosok, most nem ezekre a hollandokra gondolok természetesen, de a legtöbb megtette azt, amit megtehetett. Itt sajnos a bürokrácia és ez a, ez a, ez a túlbonyolított csatorna ugye a, 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 alá fölé rendeltségi viszonyban, tehát konkrétan, mire a egyszeri békefenntartó cselekedett volna az ügyben, addigra mire cselekedhetett volna, hogy megkapja az engedélyt rá, ugye folyamatosan tolták ugye feljebb, feljebb az ügyet, ugye nyilvánvalóan ugye a döntés képtelenség miatt, addigra a szerbek azokat, vagy akár a bosnyákok, teljesen mindegy, hogy kikről beszélünk, az adott civileket már le is mészárolták. Mi volt egyébként ezeknek a civil mészárlásoknak, és hogy most itt beszélünk, ugye erről most már kb. 50 perce, ugye mindig előjön a népírtás kifejezés is, meg hogy a civileket bombázták, meg írtották, ennek mi volt a lényege? Tehát ekkora gyűlölet volt a másik etnikum iránt egész egyszerűen? Így van. Így van, ez elkezdődött azzal, hogy poli hát, nyilván politikai okoknál fogva kezdődik el a 80-as években, felhergelődnek a szerbek, a szerbek 91-ben már, már, már a horvát fasiszták feltámadását látták Horvátországban, aztán 92-ben ugye, ugye átterelődik a, a, a figyelem Boszniára és a bosnyákokra is, és ez ugye fordítva is így történt. Tehát nem kell félteni a bosnyákokat és a horvátokat sem, tehát ők is utálták éppen eléggé a szerbeket, arról nem beszélve, hogy egyébként a bosnyákok és a horvátok között szintén ugye volt konfliktus. Valójában igen, tehát így gyökerezik a történet, hogy, hogy a nacionalizmusból nagyon hamar sovinizmus lett. És ez sajnos, ha visszamennénk a a második világháborús Balkára, ez ott is ugyanígy megvolt. És igen, a civileken verték le. Az, az, az egy, a, a második világháborúban is, a második világháborúban is, és a Délszláv háborúban is van ebben egy balkáni mentalitás is, ezt nagyon sokan egyébként ugye ahhoz kötik, hogy rettenetesen hosszú ideig török megszállás alatt voltak. Azt azért tudni kell, hogy a balkáni térségben a törökök igen, csak kegyetlen eszközökkel verték le. Tehát nagyjából ugyanazokkal az eszközökkel, tehát a lefejezés, ugye az egy, ez egy közkedvel dolog volt a törökök részéről is, ameddig ugye hát a balkáni háborúkig, 1912-13-ig vannak ugye a térségben a törökök. De ugyanez tovább élt a második világháborúban, a délszláv háborúban, a lefejezés, a csonkolás, Konkrétan a bosnyák mutsehedeknél lehet tudni azt, hogy karóba húzások is voltak, láncfűrészsel való gyilkosságok, tehát egy, egy hihetetlenül brutális, állatias dolog tört ki belőlük minden egyes háborúban, amiben ott voltak. Akkor egy kicsit, hanem, majd maradjunk akkor a 95-ös NATO beavatkozásig, és nem menjünk tovább időben, mert az is egy érdekes kérdés, hogy ha a nagy képet nézzük, akkor kiket ki támogatott. Ha már a NATO-ról beszélünk, akkor a NATO mit akart, mi volt a követelése, mi volt a célja, akár ezzel az offenzívával, mit akart elérni, és hát nyilván a szerbeket is kellett, hogy valaki támogassa, akár kívülről is, azt tudjuk, hogy ki az, aki esetleg pótolta a hiányzó fegyvereket, alkatrészeket, lövedéket szállított, vagy ilyesmi. Fegyvereket nem volt szüksége. Tehát uh -huh. fegyvereket nekik nem kellett, mert ugye alapvetőleg arról van szó, hogy a Szerb anyaország egyébként persze egy kicsit sarkosítva, de vígan boldogan élte életét. A Szerb anyaországban nem történik háborús esemény. Itt a boszniai szerbek harcolják meg a, a boszniai háborút. Jó, persze önkéntesek érkeztek, tehát rengetegen érkeztek az anyaországból, árkan is ugye Szerb anyaországi sesei is példának okáért, meg hát rengeteg katona, de de ők tudtak termelni. A fegyvergyárok működtek, és itt az volt a lényeg az egészben, hogy hogy ö, ameddig tudták, addig a szerbek, a szerb anyaország pótolta a boszniai szerbek fegyverhiányát. E, nem tudták már eléggé 95-be. Itt azért fontos, hogy 95-re már nem tudták eléggé és ugye ott is problematika volt, és nem okné, ok tehát már amiatt is beavatkozott a NATO 95-ben erőszakosabban, hogy a szerbek ez uh, uh, békefenntartók fegyverraktárait is lefoglalták. Tehát például a kokáért ezért is volt egy, egy, az még 95 elején volt, végülis a fegyvereket visszavitték, a NATO egy páncélost lőtt ki, de, de ezek, ezek is, ez, ez, is ott volt. Politikailag egyébként Oroszország próbált, tehát Jelzin próbált hidat képezni Milosevic és a nyugati világ között. Ha még itt a délszláv háborúban annyira ez nem is volt nyilvánvaló, ez utána Koszovóban, ahol már ugye más egy kicsit a helyzet, mint a délszláv háborúban, mert Koszovóban már lényegében mondhatjuk azt, hogy ugye a szerb anyaországon belül történik meg ugye, ugye, Koszovónak a kiszakadása. Tehát ott egy kicsit már más a helyzet, ott már Milosevic közvetlenebbül van benne a háborúba, talán így mondhatnám. Hát a, a, a horvátokat és a bosnyákokat, ugye a bosnyákokról beszéltünk, hogy még a háború elején, már a háború elejétől fogva, 92-ben Törökország például az arab világ rengeteg önkéntest küld, a fegyvereket is, bár ugye ezt a bosnyák civilek megegyezték egy sokszor, a bosnyák civilek nem örültek az elmúdzsajedeknek, tehát ők, ők nem kedvelték ezeket a közel-keletről vagy Afganisztánból, akár honnan érkezett, hát igen, csak kegyetlenségek, kegyetlenségeikről ismerté vált, főleg alkaidás kapcsolatokkal rendelkező muzulmánokat, ők azt mondták, hogy katonát ne küldjenek, fegyvert küldjenek. Katonájuk nekik is van, fegyverük nincs. Horvátország tekintetében, ami fontos, persze ők nyitottak a nyugati világ felé, úgymond is, hogy egy európai orientációt akart, de az korán sem igaz, hogy a horvát hadsereg az, az semmi lett volna a nyugati világ nélkül. Ez a szerb propagandának volt természetesen mind a mai napig egy nagyon fontos pontja. Az tény is való, hogy rengeteg nyugati fegyvert vásároltak a horvátok, és ugye nyilvánvalóan kicsit olcsóbban, de leopártankot például a kokáért a németektől, de nem, nem ez döntött el. Nem ez döntött el azt, hogy 95-re a horvát hadsereg óriási, tényleg hatalmassá válik, mondom a viharhadműveletben műveletben egy hadászati óriási sikert könyvelhettek el. Itt már maga arról volt szó, hogy a horvát nép ennyire összekovácsolódott, és ekkora, ekkora erővé vált. Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy a NATO beavatkozásnak részben azok is voltak azokai, hogy bizonyos érdekek sérültek, akár itt az ENSZ fegyverraktárakra gondolunk, akár a katonák tusszul ejtésére, tehát korántsem sem, vagy nem csak humanitárius agályok voltak itt ebben a térségben, ami miatt a nyugat úgy érez, hogy be kell avatkoznia, és azt tudjuk el, most oda még visszatérek azért egy mondat erejéig, hogy mi volt a követelés, mi volt a cél, a nyugat mit szeretett volna látni itt Jugoszlávia helyén? Ki támogatott? Inkább a bosnyákok és a horvátok fele húztak, ha mondhatjuk ezt így. De amit ők akartak, az az, hogy Milosevic uh, utasítására lényegében befejeződjön a boszniai szerbeknek is a háborúja. A krajnai szerbekről nem kell beszélni, tehát a horvátországból kiszakadó szerbekről nem kell beszélni, mert azt a horvátok elintézték, csúnyán is, tehát onnan, ugye említetted, hogy nézel, néztél etnikai térképeket, igen, ott uh, Horvátországban rengeteg szerb élt. Ma már nem. Tehát onnan el kellett, ott először uh, hát kapcsoltak a szerb civilek, hogy valószínűleg a horvátok vissza fogják adni azt, amit a szerb per jugoszláv hadsereg katonái a horvátok, horvát civileknek adtak. Úgyhogy megelőzték, tehát már a viharhadművelet megindulásának napján megindultak a, a horvátországi szerb konvojok óriási tömegben, amit tudtak, mindent vittek, tudták, hogy oda már többet nem fognak visszatérni, de természetesen rengeteg embert meg is gyilkoltak a horvát katonák, rengeteg szerb civilt meg is öltek. A, alapvetőleg a legfőbb ö, követelés az az volt, hogy üljenek le a felek tárgyalni. Tehát, hogy Milosevic üljön le, Izetbegovicsal, Tudjmannal, és persze, tehát nyilvánvalóan amerikai szerette volna, a nyugati világ is szerette volna, de megemlíthetjük akár Oroszországot is szerette volna, valahogy úgy a Daytoni béke ez mint ugye 95 második felében végén meg aláírják ugye a Délszláv háborút lezáró békét, hogy abból ők valahogy számukra kényelmesebb pozíció jöjjön. Bosnia-Hercegovinával kapcsolatban egészen bizonyosan a, a Hát egy nem megfontolt döntés született és lépett érvénybe, mert bosznia hercegovina maradt. Maradt ilyen három nemzetiségű ország, elég furcsán áll össze politikailag is, mai napig egyébként a szerbek. Azért, amiben tudnak, abban bolykottálják Bosnia-Hercegovinát. A horvátok kicsit jobb helyzetben vannak, mert azokat a területeket, ahol Bosznia-Hercegovinában horvátok élnek, oda a horvát gazdaság, a horvát anyaországi gazdaság meg tudja tenni azt, hogy óriási pénzeket fektet be. Tehát különösebben a boszniai horvátoknak nincs nagy követelésük ma már, mert ugye nyilván nem hivatalosan, nem papírforma szerint, természetesen, de, de szinte, hogy ők egyébként Horvátországnak a része. Tehát a horvát gazdasághoz hozzá lett kapcsolva. Ez a főleg Hercegovina területén élnek a horvátok Bosznián belül, de nagy, nagyjából úgy, úgy ennyi a történet erről eddig jutottunk el, sejtettem, hogy igen, hogy ez, a, ez, az idő, ez, ez kevés lesz rá, de rajtam nem múlik, tehát én nagyon-nagyon szívesen folytatom ezt a beszélgetést, már csak azért is, mert amikről beszélünk, amely népekről, országokról beszélünk, ezek itt vannak mellettünk jó formán, tehát nem árt, hogyha ismerjük jobban a történelmüket, annál, mint amit esetleg az iskolában sikerült elsajátítanunk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Fodor Gergő volt a vendégünk. Én köszönöm.